Sorba állnak a jegyekért az Erkel Színház aulájában. 10 éves koromtól vitt minket édesanyánk az Operaházba, Zeneakadémiára. Családban ez hagyomány. Az opera megkezdte az újranyitó évadának nagypermi előadásainak jegyértékesítését, és a 2022-es év egy rég nem látott helyszínt is tartogat magában. A csaknem 5 évig tartó felújítást követően az Operaház épülete jövő év márciusától ismét megnyitja kapuit, így már nem csak az Erkel Színházba és az Eiffel Műhelyházba, hanem az Operaházba is lehet jegyet váltani személyesen vagy online. Azt tapasztaljuk, hogy az emberek már előszeretettel vásárolnak online, és ez nagyon megkönnyíti az ő életüket is, hisz kényelmesen az otthon melegéből lehet vásárolni, és ugyanazokat a kedvezményeket, ugyanazt a repertoárt tudjuk már online is biztosítani a bérletvásárlás kezdetétől, mint itt a helyszínen. Tudtam, hogy milyen előadásokat szeretnék nézni. A Máté Pasió, a Hunyadi László, az Istennek alkonya és a Rosszul őrzött lány, mint balett. Az Operaház 2022. március 12 és 14 között 3 napos esemény sorozattal nyit meg. Első este az ünnepi gála koncerten többek között Placido Domingo, valamint Medvecki Ádám, Kesselyák Gergely és Kocsár Balázs főzeneigazgató karmesteri közreműködésével magyar szerzők műveit, illetve magyar vonatkozású darabokat ad elő hangversenyén a Magyar Állami Operaház zenekara. Másnap Erkel Ferenc Hunyadi László című operáját Ókovács Szilveszter főigazgató rendezői debütálásában láthatja a közönség. Harmadnap pedig Kenneth MacMillan, Meyerling című neoklasszikus balettje tér vissza az opera repertoárjára, a Magyar Nemzeti Balett vadonatúj betanulásában. De a járványhelyzet okozta 2 éves csúszást követően áprilisban színpadra kerül Wagner Parsifalja, májusban pedig az Istenek alkonyával a Wagner Ring tetralógia is kiteljesedhet. Újdonság még, hogy az Operaházban július hónapban is játszunk. Az Állarcos Bál, illetve a Varázsfúval előadás tekinthető meg felváltva a július hónap folyamán. Az újranyitó évad 2022-es előadásaira kedvezményes jegyvásárlási konstrukciót vezetett be az intézmény a rugalmas szabad bérletek és a jegyek megváltásához. A kedvezményes jegyvásárlás az idei év végéig, december 31-ig érvényes, a normál helyáras értékesítés január 1-től veszi kezdetét. Akinek volt vala az Operaházba bérlete, vagy akár ide az Erkel Színházba, akkor egy-egy jegyre a bérlethez, a Magyar Állami Operaház előadásaira szóló jegyre 30% kedvezményt adunk, illetve ha legalább 2 különböző előadást választ az illető, akkor 10% kedvezményt kap, 3-nál 20, 4-nél 30, 5-nél 40, és ha 6 vagy több különböző előadásra vesz jegyet az illető, akkor fél áron juthat hozzá az előadásokra szóló jegyhez. A szabad bérlet lehetőséget biztosít a közönségnek, hogy kedvenc előadásaikat az általuk preferált dátumokon és a nekik tetsző ülőhelyeket kiválasztva tekinthessék meg mind a 3 játszóhelyen. Bár igaz, hogy az Andrássy úti Operaház megújulásából nem maradt ki a nézőtér sem, mely az egyik legnagyobb kihívást jelentette, hiszen az eredeti elosztás mintájához nyúltak vissza a tervezők. Így az utólag beépített székek kikerültek, ez pedig változtatott az ülésrenden. Páholyok 4 fősek lesznek, a páholyokat most jelenleg már csak egyben lehet megvásárolni, illetve a középső járás a zsőjében megszűnt, 2 oldalsó járás van, így hosszabb sorok lesznek, illetve a 3. emeleti karzaton is sokkal kényelmesebb látóhelyek lesznek, illetve állóhelyjel is bővült a 3. emeleti oldalsó karzat.
2022-ben az Erkel Színházban több mint 110 év után a többi közt látható lesz az opera repertoárjára visszatérő Donizetti opera az Ezred lánya, Polgár Csaba mai rendezésében. De a Diótörő, a Manon Lescaut, a Denevér és a Cigánybáró című nagy operett is színpadon lesz. Az Ejfelműhelyház is készül az új évre. Több mint 60 év után szerepel újra az opera műsorán Poldini Ede egykori rendkívül népszerű vígoperája, a Farsangi lakodalom, de látható lesz a sok-sok darab között például Debussy, Peleas és Melisson című operája, a Ments meg uram, a Simona néni, a Cremonai hegedűs, vagy az Aranyműves boltja is.